évekig a Bem József általános iskolában, jelenleg a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban a diák sportért, az utánpótlás nevelésért dolgozik Szekér Lászlóné testnevelő tanár. Az edzőt, testnevelőt tavaly a Magyar Diák Sport Szövetség tüntette ki szakmai tevékenységéért, idén pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elismerését is átvehette. 1975-ben indult el az országban 8. testnevelés tagozat gimnáziumban. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban már az első évfolyam végén volt diák olimpiai bajnoka az intézménynek. Az elmúlt 42 évben több mint 20-szor hoztak el díjakat a diák olimpiákról. Először atlétikai számokban, majd a labdarúgás, kézilabda, kosár és röplabda csapataikkal értek el kiemelkedő eredményeket. A város és a megye utánpótlás nevelésében azóta is példamutató az iskola munkája. A testnevelés tagozatos gimnáziumban a diákok dobogós helyen végeznek a diáksportban, a labdajátékokban is, a röplabda csapat többszörös diákolimpiai bajnok. Szekér Lászlóné, a Vasvári Pál gimnázium jelenlegi testnevelője, aki az előző évben megkapta a legeredményesebb testnevelő címet, amit a Magyar Diáksport Szövetség minden évben a köznevelési intézményekben dolgozó és kimagasló munkát végző testnevelőknek adományoz. Az általános és középiskolákban a tehetséges diákok és a csapatok edzése, versenyekre való felkészítése mindennapi munkájához tartozik az edzőnek, testnevelőnek, aki idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés Kovács József kitüntető díját vehette át a megyenapon. Szívből gratulálok, köszöntöm a stúdióban Szekér Lászlónét. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Lehet ennél nagyobb elismerés egy testnevelő tanárnak, hogy elismerést kap a diáksportért is, és elismerést kap az élsportért is? Hát ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés számomra, ez a rangos megyei kitüntetés. Tavaly az országos is nagy volt, köszönöm szépen. Egy picit tekintsünk vissza a pályájára. Honnan indult, és miért pont ezt a területet választotta? Hát én egy kis faluban, Hetefejecsén éltem, ott születtem. Ott tanultam meg az értékeket, amit én szeretnék átadni a mai ifjúságnak, a fiataloknak. Megtanultam szeretni dolgozni becsülettel, egymás segíteni, szeretni feltétel nélkül és adni. Tehát én ebben a kis faluban ezt tanultam. És egy kitűnő, kiváló testnevelő megszeretette velem a mozgást, a sportot. Nem volt tornatermünk. Tanterembe kék papíron tornáztunk még, aztán mikor lehetőségünk volt, átmentünk Csarodára, az már egy nagyobb község, ott elkezdtem kézilabdázni, atlétizáltam, és akkor ez már valahol így egyenes út volt, tovább gimnáziumban megismerkedtem a röplabdával, és már senki sem tudott eltéríteni, hogy én ide Nyíregyházára a testnevelés földrajz szakra mehessek, és elvégeztem, utána elhelyezkedtem testnevelőként. Dolgoztam a Bem József általános iskolába, és hát ez, amire vágytam egész életemben, azt hiszem, hogy megtaláltam a helyemet. Nagyon szeretem a gyerekeket, és mindenképpen az a célom, hogy szeressék a testnevelést, szeressenek mozogni, váljon céljukká az életük során, hogy igényük ki, és ennek a kialakítása, én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb testnevelőként. Összeszámoltam már úgy nagyságrendben, hogy hány gyerek mozgott a keze alatt? Hú, hát nagyon régen kezdtem, és hát azok a boldog gyermekarcok alsóba feltétel nélkül szeretnek, tehát jönnek, és megfelelően kell őket motiválni, mert tényleg van sovány gyerek, van egy kicsit esetleg túlsúlyosabb gyerek, őket egyenlő esélyt kell nekik adni. Tehát nem mindig csak az ügyesebbeket kell szorgalmazni, hogy na akkor most te mutasd be, te csináld, hanem tényleg azokat is, akik kevésbé ügyesek. Aztán felső tagozatban ott már a kommunikáció, ott már el kell beszélgetni az egészséges életmódra, rávilágítani személyes példamutatással, nagy szakmai tudással, hozzáértéssel, és akkor elfogadnak. Aztán lehetőségem lett középiskolába tanítani. Én nagyon szeretem ezt a korosztályt is, meg kell, hogy mondjam. Megértőek, tehát ha én következetes vagyok, akkor ők teljesítik azt, amit kérek tőlük, és lehet velük beszélgetni, el lehet őket vinni versenyre, tömegsportversenyre, és akkor hát, ha sikerül kialakítani azt, hogy neki ez az élete részévé fog válni, és igényelni fogja azt, hogy mozogjon.
Mi az, amit testnevelő tanárként igazán nagy sikerként könyvel el, hogyha sikerül beindítani valakit egyáltalán a mozgás útján, egy olyan valakit, akitől ez távol állt, vagy pedig azt, aki akár versenyeken, mondjuk röplabdában kiemelkedő eredményeket ér el. Igen, igen, a tehetséggondozás az megint egy szép oldala a testnevelésnek. Azok a gyerekek nagy áldozatokat vállalnak, tehát minden nap edzenek, mondhatjuk, hogy egy kicsit profi szinten űzik például a röplabdát, amit én ugye edzőként dolgozom ebben a szakákban, és az is fantasztikus volt, amikor ebben az évben megnyertük a Diákolimpiát, tehát egy óriási nagy dolog volt. De az is óriási nagy dolog, amikor a Vasvári Pál Gimnázium 100 fővel egy tömegsport futóversenyre elmegy, részt vesz, és lefutja mindenki. Lehet, hogy nem első, de lekocogja, vagy lesétálja, ez is siker. Aztán lehetőségem nyílt még az amatőr sportba betekinteni, mert ugye vannak azok a gyerekek, akik egy kicsit többet áldoznának, mint tömegsport szinten, de nem tudják vállalni a heti 5 edzést, heti egyszer-kétszer lejárnának. És igazgatóasszony adott nekem erre lehetőséget, és én most foglalkozom a Vasvári Pál Gimnáziumban a röplabdás amatőr lányokkal, és a múlt héten csütörtökön fölmentünk Budapestre strandröplabdázni, és országos harmadikok lettünk. Tehát akkor jó a kérdés, hogy most melyik is a fontosabb? Én nem hiszem, hogy válaszolnom kellene rá, minden fontos, mert akkor annyival több gyerek mozog, és mindenkinek van egy célja. És ha azt eléri, akkor én úgy gondolom, hogy én már nyertem, és boldog lehetek. Egyre többet beszélünk arról, hogy milyen jelentősége van a mozgásnak, a sportnak az egészség megőrzésében, de vajon a személyiségfejlődésben hogyan látja, mit tud jelenteni, akár nem csak a versenysport, hanem egyáltalán a napi mozgás. Napi mozgás, igen, de jó, hogy erről beszélünk, hogy hál' Istennek, hogy minden nap van testnevelés óra. Ezt lehetővé tették, és én úgy gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés. Nekünk kell megteremteni a lehetőségeket, a feltételeket. Nagyon sok új módszer van, nagyon sok új eszköz van, amivel rávehetjük a gyerekeket arra, hogy még többet mozogjanak, szívesen jöjjenek le a tornaterembe, és én csak egy példát mondanék, hogyha van egy játék, ott rögtön a gyereknek a személyisége meglátszik, hogy tud-e együttműködni a többiekkel, odaadja a labdát, vagy önző, vagy esetleg csapatjátékos. Tehát igazán sokat tehetünk a gyerekeknek a személyiség fejlesztéséért, hiszen a közös siker az óriási fegyvertény, és hogyha egy órán ott, abban a játékban mindenki sikeres, mert miért ne lehetne mindenki sikeres, mert miért ne lehetne egy mérkőzés döntetlen, mindig nyerni kell, nem kell minden áron nyerni, mozogni kell. Én azt gondolom, hogy a testnevelő személyisége legalább olyan fontos, hiszen nem mindegy, hogy a gyerek úgy éli meg ezt a mindennapos testnevelést, mint amit le akarnak nyomni a torkán, vagy pedig valóban egy lehetőség, hogy és mit a testnevelő tanárral tölthet el egy órát. Igen, tehát én nekem azt hiszem, hogy ez nem egy munka, ez hivatás. Tehát én nagyon szeretem a tömegsportot, nagyon szeretem az élsportot. Mindenhol, ahol lehetőség van, részt veszek, és én úgy gondolom, hogy én ezt így tanultam, vagy abból a kis faluból így hoztam. Nagyon szeretem a mozgást. És remélem, minél tovább tudja még vinni ezt a szellemiséget. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer. Köszönöm.